Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Ma esti vendégünk Révész Lajos baptista lelkész. Tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm én is. Azt hiszem, hogy amikor a baptistákról beszélünk, akkor elsősorban legalábbis mostanság a Szenci Sándor jut eszünkbe, és a szeretett szolgálat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy megismerjünk egy olyan életútat, kivonatosan legalábbis, mint az öné. Hiszen ez egészen különleges, aki egy olyan hivatást választ, ami egyszerre nagyon is emberi, másik oldalról pedig nagyon is égi, ha úgy tetszik. Most ön ugye 1968-ban született, és ugyanúgy olyan volt az élete, mint bármely más tinédzsernek. Aztán csak egyszer csak jött egy pillanat, amikor másként gondolkodott. Egyrészt nagyon örülök annak a családnak, ahova érkezhettem. Nem tettem ezért sem, mint bármelyik másokunk, más állampolgárunk vagy barátunk. Felcseperedve érzékeltem azt, hogy minthogyha a környezetemben lévők csak keresztények lennének, hiszen felmenőim és szüleim mindkét oldalról, nagyszüleim is hívő keresztény, gyakorló hitű baptista családok voltak. Amikor iskolába mentem, akkor tudatosultam szembesültem azzal a ténnyel, hogy gyakorlatilag nem csak keresztények vannak. Ezzel együtt engem is elkapott a tinédzserkornak az a lázadása, amikor ugyan volt egy biztos hitem, Isten hitem, soha nem mondtam, hogy nincs Isten, ebben teljesen biztos voltam, talán éppen a szülői, nagyszülői háttér miatt, illetve látva az ő életüket, akkor még elég kemény, komoly kommunista rendszerben, hogy megélték a hitüket. De ezzel együtt azt gondoltam, hogy ezzel az egész istenes dologgal majd 70 évesen fogok foglalkozni, ezt nem tudom miért ebbe az évbe állapítottam meg, de talán valahol bennem volt, hogy addig én élem az életem, és tínédzser korban, 15 évesen középiskola első évében történt egy megdöbbentő esemény. Az egyik pattársam már a hétvégi haza utazáskor, én Budapestre jártam föl egy kis faluból középiskolába. Pénteken elbúcsúztunk, és hétfőn ő már nem élt, egy nagyon banális balesetben meghalt. És számomra szégyen, nem szégyen, de ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy nem leszek 70 éves. És ez volt az a komoly dolog, amikor elkezdtem az élet értelmét keresni. Nyilvánvaló, hogy korábban már voltak erről gondolataim, de ez úgy nagyon meghatározta az életemnek az irányát, és ilyenkor vagy megkeményedik az ember Isten felé, vagy elkezdi keresni. Én az utóbbit láttam, és az utóbbit találtam meg, és ha szabad így fogalmaznom, volt egy olyan találkozásom a keresés folyamán Istennel, amikor megértettem a karácsonynak azt az üzenetét, ami húsvétbe teljesedik ki, igen, hogy Krisztus meghalt az én bűneimért, és elfogadhatom ezt az ajándékot, amit örök életnek nevez az ige. Miként tudott kapcsolódni a biblikus gyülekezeti léthez? Ez valamilyen szinten, ha a családját tekintjük, eleve elrendelés volt. Tehát ugyanakkor mégsem könnyű. Igen, és itt még azért hozzáteszek egy annyi kis nem elhanyagolható adalékot, hogy édesapám nagyon bölcsen, soha nem erősített. Ő volt a gyülekezetünknek a lelkipásztora, de soha nem erőltette se a gyülekezetet, se a gyülekezetbe járás, se az istenes dolgokat, ha ilyen röviden fogalmaznék. Bölcsen viszont sokszor egy-egy mondatot elhelyezett, és hagyta, hogy megemészszem. Talán ő is ismert nagyon is ismert, és tudta, hogy keményfejű embernek talán kevés az atyai intelem, és nem mindenben követtem, egész pontosan, amikor így bennem megfogalmazódott, hogy milyen módon követném az Istent, és milyen dolgokba szeretnék szolgálni, vagy bekapcsolódni, egyetlen egy dolgot zártam ki, hogy én lelkész biztos, hogy nem leszek. Ugyanis nem tartottam elég izgalmasnak, és nem tartottam elég nagy kihívásnak az életemben. Ezzel együtt nagyon nagy segítségem volt az a kis gyülekezetnek az az ifjúsága, illetve a nyári táborok. Ma már számtalan tábor, keresztény program, keresztény konferencia van. Akkor két nagy találkozó volt a fiataloknak, ősszel kiskörösen egy nagy országos
konferencia, ifjúsági konferencia, és Tahiba a várt nyári tábor, ami augusztus 20-a hetében volt. Ezek voltak azok a pontok a gyülekezetem mellett, ahol más élőhitű keresztényel is találkozhattam, és láttam, hogy létezik megélt keresztény hit, és ez felbátorított engem. Megerősítést kapott? Abszolút, abszolút. Sőt, nem csak, hogy megerősítést, hanem érdekes volt, amit a gyülekezetemben hallottam, esetleg idősebbek mondtak, vagy éppen az édesapám terelgetés, vagy felfedezések az életemből, hogy merre menjen el az én életutam. Érdekes, hogy ezekben a táborokban teljesen ismeretlenül mások ugyanezeket megerősítették. Tehát ez egy izgalmas felfedezés volt önmagamról, hogy tizenéves fiatalként hogyan lehet elindulni úgy egy akkor még kommunizmusban, hogy felvállalom a hitemet, és nem csak felvállalom, hanem nem csak a vasárnapi létét vállalom fel a hitnek, hanem az egész heti megélését. Tehát nem szeretett volna lelkész lenni, lelkész lett. Így készültem. Missziót választott volna helyette, és az is bejött. Igen. Beszéljünk a missziókról, hiszen én azt gondolom, hogy egy köznapi ember számára ez olyan, mint egy mese, egy kaland. Miközben azért nagyon jól tudjuk, hogy Mongólia, Argentína, ahova a lelke Jobbik felével róla azért külön kell, hogy szót ejtsünk, jutott el, illetve az El Camino, az nem olyan egyszerű, mint ahogy mi azt elképzeljük. Igen. Nyilván, hogy ilyenkor az ember hétmérföldes léptekkel lép, amikor beszél arról, hogy és akkor találkoztam Istennel, aztán elkezdtem valahol szolgálni, aztán megszólított az Isten. Itt azért rengeteg kérdés, rengeteg hitkrízis volt az ember életében, de rengeteg segítség is, és néha olyan váratlan helyekről érkeztek, mint például a sorkatonai szolgálatom. Amikor bevonultam 18 és fél évesen, akkor egész biztos voltam, hogy ez nem az a hely, ahol hitben most meg fogok erősödni. Mégis valahogy úgy imádkoztam, hogy Istenem, ha lehet, akkor segíts meg ebben a másfél évben, hogy ne a hitemet kelljen ott hagynom ebben a másfél évben, hanem ez a hit, ami bennem megszületett, az megerősödhessen. El sem tudtam képzelni, hogy egy olyan közegben, ahol ugye mindennaposok voltak a politikai ki- és átképzések, a hitem megerősödjön, de hát egy kicsit kis túlzással majdnem bibliai jelentőségű megtapasztalásokat élt meg az ember, és meg kellett, hogy fogalmazzam ezek után, hogy hát akkor az az Isten, akit a bibliai időben megéltek, átéltek, megtapasztaltak, akkor ez az Isten valóban él. És nem csak a vasárnapoknak az Istene, és nem csak a templomoknak és a hívő keresztény családoknak az Istene, hanem ebben a katonai létben is ott van velem. És számtalan megtapasztalással a hátam mögött egyik este megszólított Isten, és feltette újra a kérdést, talán már mosolygott a bajsz alatt, hogy ha leszerelsz, vállalod-e, hogy lelkipásztori szolgálatot válasz. És hát néhány hetes vívódás után azt mondtam, hogy vállalom, de volt egy kikötésem, akkor még ilyen pimasz fiatal voltam. Ma valószínűleg nem lenne ilyen kikötésem, megtisztelőnek tartanám. Azt kértem, hogy nem egy klasszikus pulpitoson prédikáló lelkipásztor szeretnék lenni, hanem valami misszió jellegű, valami olyan, aki tesz, aki helybe megy, aki oda megy. És akkor még el nem tudtam képzelni, hogy Isten egyébként már ezeket tartogatta a számomra. Igen. Hol legnagyobb a baj, legközelebb a segítség, ugye tudjuk, Eper és Benyámintól. És kísérteties ez a történet, mégpedig azért, mert Jákob János, református tábori püspök, Jószebi ugyanezt mondta, sorkatonai szolgálat, ugye katona maradt végül is, hiszen tábori püspökként, hadseregtábor, illetve honvédtábornokként lelkész most is, de vele ugyanígy történt. De akkor, tehát akkor menjünk a misszióba. Tehát először is jött a misszió. 9 hónap Mongóliában. Miért Mongólia? Egész pontosan 12, pont egy év. Nagyon egyszerű, ugyanis amikor a teológiát mondjuk így, hogy elvállaltam ilyen túlzó fogalmazással, tehát igennel válaszoltam Istennek, és a leszerelés után nem a faipari egyetemen folytattam tovább a tanulmányaimat, hanem a teológián.
akkor találkoztam Budapesten egy olyan kis csoporttal, aki eléretlen népcsoportokért imádkozott. Ezek főiskolás keresztény közösség volt, nem feltétlenül baptisták jártunk oda, református, evangélikus, szabad gyülekezetekből, és imádkoztunk Albániáért, imádkoztunk a keleti blokkért, imádkoztunk többek között Mongóliáért, és Albániában már nagyon sokan készültek mondjuk egy misszió munkába, hosszabb, rövidebb időre, de Mongóliában senki. És engem ez úgy kihívásként élt, hogy Mongólia. Ízlelgettem először ezt az országot, nagyon zárt ország volt akkor is, ma talán Észak-Koreához hasonlítanám, de egy izgalmas dolog történt, hogy Magyarországon megtudtam, hogy 2000 mongol diák van, és így két tanítványom volt, én magyarul tanítottam őket a nulladik évbe, és közben a hitünkről is beszélgettünk. És amikor megtörtént a rendszerváltás, 89-90-ben már a mongol nagykövetség is látta, hogy itt most már elhagyjuk a fényes östvényt, és áttélünk a kapitalizmusra, akkor nemes egyszerűséggel visszahívták az összes diákot. És akkor én egy kicsit olyan heves, fiatalos hével azt mondtam, nem baj, ha visszamentek bájárék, akkor én majd utánuk megyek. És erős elszántság volt bennem, hogy én szeretnék kimenni, akkor úgy gondoltam, hogy misszióba megyek, klasszikus misszionáriusnak éveket, évtizedeket fogok kint tölteni. Aztán többek között a tanulmányomat befejeztem, közben megnősültem, közben megszületett az első gyerekünk, megszületett a második, majd a harmadik gyerekünk, és azt mondtam, hogy valószínű, hogy ez ifjú álom volt ez a Mongólia. Még nem egyszer Mongóliától teljesen függetlenül egy angol kis gyülekezetben, egy angliai látogatás során, a délőtti istentiszteleten rövid bemutatkozás után odajött egy hölgy, ezen az alkalommal nem beszéltem Mongóliáról. Ekkor már bennem úgy gondoltam, hogy kihűlt ez a kérdéskör, és ez a hölgy azt mondta, hogy én délután hozok neked valamit. Ő délutánra egy paksamétát hozott, és azt mondta, hogy 3 hónappal ezelőtt az Isten megszólította őt, hogy mindent, amit Mongóliáról talál, magazinokba, újságokba, fénymásolja le, gyűjtse össze, és a kis konyhaszekrénykébe összegyűjtötte egy sárga A4-es nagy borítékban, még ma is a szemem előtt van, és azt mondta, hogy ma, amikor megláttalak téged kint, azt egy hang megszólalt bennem, hogy ennek az embernek ad oda ezeket a lapokat. Ez egy olyan megerősítése volt Istennek a számomra, amiben megértettem, hogy mongolia elhívás búvópatakként ott van az életemben. Ehhez képest még körülbelül 4 év volt, mire kimehettünk feleségemmel, akkor már letisztázódott bennünk, és sok minden kitisztult. Már akkor Velencén voltam lelkipásztor, a gyülekezetem elengedett egy év külmisszióba, mégpedig nem a klasszikus misszionáris feladatom volt, hanem mondjuk így, röviden lényegre törően úgy fogalmaznám, hogy mini teológiát csináltunk vezetőknek. A feleségem a hölgyek felé, én pedig a vezetők felé, presbiterek, diakónusok felé. 4 gyülekezetben szolgáltunk, volt egy anyagyülekezetünk Ulánbátorban, volt 70 kilométerre egy gyülekezet, 600 kilométerre és 1400 kilométerre. Ezt a 3 gyülekezetet látogattuk, és kimentve értettem meg, hogy az akkori mongol kereszténységnek, ami akkor 8-9 éves volt, már nem misszionáriusokra van elsősorban szüksége, hanem olyanokra, akik a megszületett gyülekezeteket, mint atya támogatják a háttérből, vagy éppen vezetőket képeznek. Argentína, tehát azért látogassunk el Dél-Amerika, és börtönlelkészként, ugye most is börtönlelkészként is szolgál, de azért az egy egészen más és egészen különleges, hiszen Argentináról nagyon is jól tudjuk, bármennyire is véget ért a Perón korszak, hogy azért ott autokrata rendszer volt, van és lesz is sajnos. Igen. 2000-ben ismerkedtem meg német Józseffel és feleségével, akik magyar származású, de Argentinában született házaspárok voltak. Magyarországra kaptak elhívást, megérkeztek, összetalálkoztunk, és ők beszéltek arról, hogy ők Argentinában hogy élik meg a hitüket. Ez a nagy szegénység egyébként nagyon érdekes, hogy a hitéletnek sokkal jobbat tesz, mint sokszor az európaiaknak, akár itt Kelet-Európában ez a gazdagodó környezet.
és elmondta, hogy voltak olyan gyülekezetek, vagy vannak olyan gyülekezetek, akik néhány év alatt néhány százról 1000-1200-1300 fősre duzzadnak a maga örömével és a maga problémáival. És az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy 11-en lelkészek egy egész hónapra, egész pontosan három hétre kint tölthettünk egy evangelizációs 3 hetes kampányt. 11-ünket szétosztottak Neuquén megyében, és mindenki kapott egy lelkészt, egy helyi lelkészt, és a helyi lelkész nagyon különleges módját találta, ahol én voltam legalábbis, egy lelkész barátommal az evangelizációnak. Családokat kért meg, hogy itt van 2 fiatalember Magyarországról, most Argentínában a európai látogató az olyan, mint annak idején nálunk, ha azt mondták, hogy amerikai ember van itt, vagy svájci, vagy nyugati ember van itt. Ezt az ízt használták ki arra, hogy ha van kedvetek, hívjátok meg a nappalitokba ezt a 2 fiatalembert. És így gyakorlatilag számtalan családi látogatásban leültünk hasonló körülmények közé, beszélgettünk Istenről, Isten igéjéről, és általában egy meghatározott istentiszteleti alkalomra elhívtuk őket. És utána ezeket az embereket átadtuk a helyi gyülekezetnek. És ez a néhány hét nagyon... Egyrészt nagyon izgalmas volt, másrészt kihívásokkal teli volt. Ezen az alkalomon az egyik tolmácsom mondta, hogy hát szerettek volna bevinni egy börtönbe, de hát nem sikerült az engedélyt elintézni. És mondtam, hogy nagyon sajnálom, mert én Magyarországon járok be börtönökbe most már 19-20. Éve, bár igazából ezt idézőjelben hobbi lelki pásztorként, tehát nem ez a fő hívásom, de nagyon szeretek bejárni az elítéltek közé. Lényeg az, hogy én azt kértem ettől az embertől, hogy én úgy érzem, hogy be fognak engedni. És nem azért, mert úgy gondolom, hogy én el tudnám intézni, de hogy belülről volt egy meggyőződésem, mondjuk így, mintha Isten belülről szólna, hogy kérdezzünk rá még egyszer. És ez az ember azt mondta, hogy csak miattad, mert vendég vagy, és ott is szeretik a vendégeket, azt mondta, hogy még egyszer megkérdezem a rendőrfőnököt. És akkor érdekes, hogy a válasz az volt, hogy nem egy börtön, hanem 3. 3 börtönbe mehetünk el. Újjongtunk szinte, hiszen meglepetésszerű volt ez a lehetőség. 3 börtön, olyan valós, igazi dél-amerikai állapotok. 30-40 négyzetméteren 30-40 ember, de hogy éjjel-nappal és külön cellák nélkül. Kiderült, hogy mind a 3 természetesen előzetes letartóztatottaknak a börtöne, és a 3 börtönben 3 különböző biztonsági rendszer szerint dolgoztak. Az egyik börtönbe bemehettem az elítéltek közé, és közöttük megállva úgy nyertem elfogadást, hogy a földön lévő árpa-korpa és vízkeveréke, ami körülbelül úgy néz ki, mint a nagypapámnak a forrázott moslékja, ebből nyertek valami vitamint és valami energiát. Tehát úgy körülbelül el lehet képzelni a körülményeket. És valahogy úgy éreztem, hogy ezekkel az emberekkel akkor tudok azonosulni, ha én abból az italból elfogadok. És az első pohár után mindenki elfogadott. És 20 percet lehettünk bent, 20 perc alatt szerettük volna mi szeretettünket, és Isten szeretetét megosztani. Ez egy nagyon ritka és különleges alkalom volt, ugyanis a második helyen nagyon érdekes, hogy csak egy zsilipbe engedtek be. Köztünk és az elítéltek között egy rács volt, de itt is megvolt a nexus, és az elfogadás szinte azonnali volt. A harmadik hely volt a legérdekesebb, ugyanis ott csak mondjuk így, hogy a kémlelő nyíláson egy 20x20 centis helyen, ahol az őrök ellenőrzik az elítélteket, illetve ahol kinyújtják a kezüket a megbilincseléskor, ezt a kis lukat használhattuk. Eddig engedtek be. Nem tudom, hogy hány ember volt bent. Nem tudom, hogy kik voltak. Azt tudom, hogy felváltva szóltunk be, én angolul, a tolmács spanyolul. És így beszéltünk a bent lévőkhöz, és a végén, mikor megkérdeztem, hogy van olyan, aki érdeklődik Isten iránt, mert szeretnék imádkozni érte, akkor mindenki kitette a kezét, és vagy aki szerette volna, kitette a kezét, és így imádkozhattam érte. És még egy izgalmas dolog,
kevés helyen látunk protestáns lelkészeknél olvasót, vagy rózsafüzért. Három fiatal ember ajándékozott nekem. Ez volt a legkedvesebb értékük, ezt az értéket odaadták nekem, és azt mondtam, hogy én ezt elfogadom, bár én gyakorlatban nem használom ezt, de sokáig ott volt az irodámba, és erre a három fiatal emberre emlékeztet, vagyis a nekik tett ígéretre, hogy ezek a rózsafűzérek mindig rájuk fognak emlékeztetni. Nem tudom, hogy mi van velük, de nagyszerű és megtisztelő ajándék volt részükről, hogy a szívük legkedvesebb ajándékát adták oda ezen a résen. Nem, íme az ember, ahogy tetszik. Milyen gondolatokkal jött ki? Hiszen így, ahogy összefoglalta, ez egy 21. század megfogalmazásában egy lenyűgöző történet, nagyon is valóságos, elképzelhető. Csukott szemmel kell ezt elképzelnünk, hiszen mi nem jártunk ott. De milyen gondolatok születtek utána önben? A legelső gondolat, amikor kijöttem, amikor bent volt az ember ebben a három börtönben, nem volt idő gondolkodni. Utána, amikor kijöttem, azt mondtam, ha rövid lényegre törő mondatban foglalnám össze, akkor azt mondom, hogy hatalmas az Isten. És nincsenek előtte zárok, így szó szerint. Még akkor sem, hogyha zárok köztünk vannak. A másik dolog, hogy később végig gondoltam, hogy tényleg az Istennek mindenki számít. Független attól, hogy miért és hogyan kerül be az az ember, független attól, hogy ártatlan, nem ártatlan, az Isten mindenki utána akar nyúlni. A következő kérdésem viszont az volt, hogy igen, és hogyha keresik Istent, és rátalálnak, és elkezdik az életüket, vajon merre folytatódik tovább az életük, kikerülve találnak-e keresztény közösséget bármely vallásban, bármely gyülekezetben, illetve ha ezekre a napokra, vagy erre a három hétre gondolok, különösen erre a három börtön látogatásra, azt mondtam, hogy sokszor visszaemlékezem, hogy igen, az Istennek nincs lehetetlen. És ahova ő küld, oda utat készít. Igen, hát a Kovádisz kérdés itt nem merülhet fel, mert tudja. Mint ahogy az is tudja, gondolom én, aki El Caminóba indul, mégpedig azért, mert nem az ismeretlen szeretné megtapasztalni, hanem nagyon is határozott célja van. Igen. Nagyon nagyra értékelem azoknak a lelkészeknek, papoknak a tanácsait, akiket hallgathatok, függetlenül attól, hogy melyik egyházhoz tartoznak. Egy ilyen éjszakai beszélgetést hallottam hazafelé vezetve egy hosszú nap után, és az a katolikus lelkész, aki felkonferált a rádió riportere, úgy kezdte a beszámolóját a Caminóról, hogy az El Camino a keresők útja. 800 kilométeren keresnek az emberek. Én megtaláltam már azt a megváltót, akinek szolgálok. Én már nem keresek, de a sok szolgálatban, a sok pörgésben, a sok misézésben, a sok lelkigondozásban néha elvesztem a fonalat. És én azt az Urat akarom megtalálni, újra megtalálni, akit már megtaláltam korábban. És ez a mondat, ami mindjárt az elején így szíven ütött, akkor voltam 42-3 éves, és úgy gondoltam, hogy talán az életem közepén jó lenne egy picit megállni. És utána néztem az adatoknak, milyen hosszú, hány nap ez az út, egyébként általában 31-33 napot ajánlanak. 800 kilométeres gyalogút Franciaország déli határától elmegy egészen Santiago de Compostelláig, ez a nyugati partja Spanyolországnak. Egyébként gyönyörű helyen megy, és az El Camino ad egy olyan infrastruktúrát, amiben bátran, kényelmesen az ember önmagában lehet. Ajánlott ezt egyedül megtenni. De ez az idő 31-32 nap utazással együtt, 34-35 nap, ez olyan hosszú volt, hogy el nem tudtam képzelni, hogy mikor szakadhatok ki az én életemből. De számomra megdöbbentő, hogy a feleségem, aki nem egy sportos alkat, ő magyar tanár és könyvtáros, és felsőfokon műveli ezt, középiskolai magyar tanár, és a szeretett szolgálatnak, a baptista szeretett szolgálatnak a szóvivője, ő el nem tudtam volna képzelni ezen az úton, de egyszerűen is feltette nekem a kérdést, hallottál a Caminóról, és mi lenne, ha megcsinálnánk, és akkor a távoli jövőbe eltettük ezt a tervet, hogy majd, ha nyugdíjasok leszünk. De az élet annyira körülvett bennünket, hogy azt mondjuk, hogy szabadságra
szabadságra kell vennünk az életünkből. És így néhány évvel ezelőtt, 4,5 évvel ezelőtt együtt megcsinálhattuk a Caminót. No, 2017-ben járunk. Miként telnek mostanság, a felgyorsult világban egy baptista lelkész mindennapjai? Változásokkal. Most egy olyan élethelyzetben vagyunk, ha a gyülekezetemet nézem, akkor egy olyan lassan, de biztosan növekvő létszámú közösség vagyunk, ahol most körülbelül 4-5 évvel ezelőtti álmunk, vagy ha kicsit tovább megyek, az előző lelkipásztornak és dr. Mészáros Kálmánnak is az álma karnyújtásnyira van. Szeretnénk bővülni a gyülekezeti házunkkal, és szeretnénk ezt második helyre téve, első helyen a lelki növekedést megtartva új utakat, lehetőségeket keresni a mai megváltozott korban. Hogyan tudjuk azt az igaz és változhatatlan értéket, amit evangéliumnak neveznék, hogyan tudjuk elvinni a barátainknak, ismerőseinknek. Családi életben egy érdekes időszakban vagyunk a feleségemmel, a gyermekeink kiröpülőben. 4 gyermekünk van, 2 abból már megnősült, férhez ment a 2 nagylányunk, és most keressük az utat, hogy abban a tekintetben, hogy talán most már kevesebb dolgot kell felvállalnunk, de amit felvállalunk, talán mélyebben, élvezni azt, hogy most már nem csak hátul, hanem mellettünk jönnek, és néhány éven belül pedig megelőz a következő generáció. Én ezt a következő 5-10 évre ezt a célt tűztem ki magam elé. Nos, a reformáció emlékével, ugye a wittenbergi vártemplom történetet ismerjük, citáltuk már eleget, kiderült ebben az esztendőben számunkra, hogy Luther Mártonra, Kálvin János tanításaira kíváncsiak az emberek, és ehhez a névsorhoz értelemszerűen Müzer Tamás is csatlakozik, legalábbis lelkünkben, szívünkben. Valóban így van ez? Hiszen az emlékévet, ha összegezzük, akkor szinte bizonyos, hogy ez egy olyan év volt, amikor hívők és nem hívők, katolikusok és keresztjének egyként egy dolog mentén tették a dolgukat mindannyiunk érdekében. Ha csoda volt az, hogy Argentínában lehetett az ember, vagy Mongóliában, akkor talán látszólag nem ekkora csoda, de lelkészbarátaimat megkérdezve az ország különböző pontjain azt tudom mondani, hogy csodaként élhetjük meg, ami talán itt Fehérváron természetes, hogy krisztusiak vagyunk. Katolikustól, a baptistán keresztül, talán a pünkösdi és egyéb gyülekezeteket is ide gondolva, és ez nem csak akkor is úgy működik, amikor a saját helyünkön szolgálunk, hanem a reformáció 500 évnek az értékeit úgy látom, hogy együtt tudtuk felmutatni. Jó értelemben megdöbbentő volt a számomra, és nagyon kedves volt a számomra az, ahogyan egymás mellé tudtunk állni. És talán az a mondat, hogy miben segíthetek, volt a vezérelvünk, nem pedig az, hogy én majd ezt csinálom, te meg lehetőleg azt csináld, és tegyük a mi dolgainkat külön. Tetszett az is egyébként a Reformáció 500-nak a megünneplésében, hogy helyi szinten is nagyon sok dolog történt, viszont közösen is felvállaltunk az egyházak, gyülekezetek jó néhány programot. Én 2 programot emelnék csak ki a sok közül. Az egyik az, amikor fáklyás felvonulással vallottuk meg a hitünket. Ez egy bennem nagyon mélyen megmaradó emlék. Illetve 3 olyan napot, 3 olyan estét tartottunk meg a barátságházában, amelynek a lényege az volt, hogy bárki által elérhető keresztény tanításokat, életvezetési tanításokat adjunk házasság témában, kapcsolati témákban, illetve gazdasági témában. Számomra ez egy olyan nagyon együtt felvállalt alkalom volt, ahol ültünk a sorokba, ott tényleg Krisztusnak a vendégei voltunk, független attól, hogy milyen színű mez volt rajtunk. Igen, nem kellett a molinokra kiírni, hogy adok, hogy adj, teszek, hogy tégy, hanem mindenki tette a Igen. dolgát. Hála Istennek teszem hozzá. Mi várható 2018-ban? Mit kívánhatnék önnek, önöknek, a gyülekezetnek, önmagunknak? Van két szó, amit szem előtt tartunk, és 18-ban még inkább szeretnénk ehhez ragaszkodni. A gyülekezetünknek 2 vezérelve, sok-sok ige mellett, az egyszerűség és az őszinteség. Azt gondolom, hogy ezt egyre nehezebb, vagy éppen egyre könnyebb megélni. Nehezebb, mert nem erről szól a világ. Könnyebb, mert
akik egymás között őszinték tudunk lenni, azok formálhatjuk egymást. És ha egyszerűen gondolkozva, az egyszerűség alatt nem igénytelenséget értek, hanem lehetőség szerint szeretnénk a 2018-as évben a lehető legegyszerűbben beszélni a hitünkről, és a legőszintébben beszélni a hitünkről, akár a hiányosságainkról is. Ezt azért is tartom fontosnak gyülekezeti, illetve családi, házassági szintemen is, hiszen a 2018-as év, be nem látunk bele, de akár az utolsó időkkel foglalkozó igék, akár csak a világ eseményeit látjuk, bármi megtörténhet. És a bármi alatt nem csak jót értek. És ha valaki őszintén keresi az Istent, és egyszerű letisztult hitet szeretne megélni, vagy él meg, akkor olyan meglepetések, ami alapvetően megráznák a hitét, vagy a gondolkozását, vagy az erkölcsi felfogását, olyanok nem történhetnek. Illetve a következő évnek a kihívását azt látom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek egyszerűen szüksége van arra, hogy valaki támaszként legyen ott mellette. Ezt is megértettük az elmúlt években, hogy nem csak azoknak kell lennünk támasza, akik egyébként nagyon vágyják az Istent, különböző szinteken van szükség az embereknek segítségre. Lehet, hogy valakinek életvezetési tanácsra van szüksége, és megy tovább a dolgában. Majd valahol valamikor beérik ez a dolog. Van, akinek esetleg egy társaság, egy közösség kell. Azt hiszem, hogy soha nem volt ennyire szükség a közösségre, mint ahogy ma az emberek éheznek. A közösségre, az elfogadásra, a beszélgetésre, a válaszokra, a nagyon egyszerű és nagyon nagyszerű közös átélésekre és megélésekre. Azt gondolom, hogy nekünk is ez egy kihívás a 18-as évben, hogy ezekre felületeket adjunk. És az 50. születésnapja is kihívás lesz. Igen. Ez egy ilyen elfeledkeztem róla. Igen, köszönöm, megtisztelő. Ha minden jól megy, akkor június 22-én élhetem meg az 50. születésnapomat, és ennek még van egy habja a tortán, ha klasszikusan akarok élni a hasonlattal, hogy mindezt az ikertestvéremmel együtt élhetjük meg, aki 15 perccel fiatalabb nálam. Akkor jó egészséget kívánok, és hát történjék így, amit felvázolt nekünk, mert hogy szükségünk van önökre. Köszönöm, hogy megtisztelt, áldott békés karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, és áldott békés karácsonyt kívánok önnek is, és a hallgatóknak is. Kedves nézőink, Révész Lajos baptista lelkésszel beszélgettünk az ünnepi beszélgetések sorában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindnyájuknak áldott békés karácsonyt kívánok, viszontlátásra!